Több mint 23 ezer munkahelyi baleset történt tavaly Magyarországon. Ez 9%-kal több a korábbi évhez képest. A munkavédelmi szigorítások ellenére sem csökken a munkahelyi sérülések száma. Leginkább az építőiparban, a feldolgozóiparban, az agráriumban és az erdőgazdálkodásban történik a legtöbb baleset. A cégeknek kötelező a kockázatfelmérés és a munkavédelmi oktatás, valamint a munkaeszközök biztonságának a felülvizsgálata. Kukucska István a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez a statisztika emelkedett az előző évekhez képest. Érdekes, mert a szigorítások viszont már az előző évben megtörténtek. Egyrészt a munkahelyek munkavédelmi szabályai szigorodtak, másrészt pedig a munkahelyi balesetek bejelentésére vonatkozó szabályok is. Mi lehet az oka ennek, hogy mégis több a munkahelyi baleset? Köszöntöm a kedves nézőket! A munkabalesetek számának növekedésében közel játszik az is, hogy, és ha megnézzük a részletesebb statisztikákat, hogy egyre több önkormányzatoknál kerültek alkalmazásra dolgozók, munkások közhasznúsági munkakörökben, akiknek a munkához való biztonsági előírások betartása hát nem éppen a követendő példák közé tartozik. Ebből, igen, a közfoglalkoztatók egy részéről van szó, akik, hát ismeri mindenki, hogy milyen körülmények között és hogyan dolgoznak. Erre is van előírás a munkavédelmi jogszabályokban, hogy milyen feltételeket kell biztosítani részükre, azonban ezeknek az anyagi feltételeit az önkormányzatok nem minden esetben tudják biztosítani. Az elmúlt évben módosították a munkavédelmi törvényt, nagyon sok pontban megváltoztatták. Ezeknek egy része a szigorítások, amelyek kemény pénzbírságokat is vonnak maga után. Hát ebből csak néhányat emelek ki. Tehát egyik közigazgatási bírság kategóriába tartozik. Például, hogyha a munkavédelmi képviselőnek a tevékenységét akadályozzák, vagy nem biztosítják a működés feltételeit. E például ennek a bírság kategóriája 500 000 forint, amely mindaddig ismételhető, míg a kívánt hatást el nem éri. Megváltozott a munkabaleseteknek a bejelentésével kapcsolatos egyéb szabályozások is. Kötelezővé vált például, hogy minden munkabalesetről értesíteni kell a foglalkozás egészségügyi szolgáltatóorvost, és súlyos munkabaleseteknél, ott is fogalombeli kisebb változások voltak, súlyos munkabaleseteknél pedig köteles részt venni az orvos a baleset vizsgálatában. Ez korábban nem volt. Tehát most már nem lehet úgy kivizsgálni egy esetet, hogy ezeknél az orvosok ne legyenek ott, akik szerződésben állnak. Ön nyilatkozta a televíziónknak tavaly évvége felé, hogy a megyében körülbelül 4000 munkavállalót ellenőriztek, és 95%-ban valamilyen hiányos feltártak. Ez elég magas ez a szám. Igen, ez pár százalékkal változott, de mégis most is 90% körüli a hiányosságok száma. Hát azért szinte azt is tudomásul kell venni, hogy a munkahelyeken azért előfordulnak hiányosságok. Azért nem mindegy, hogy súlyos életveszélyes hiányosságok, például, hogy nem biztosítanak egyéni védőeszközt, nem kötelezően, nem igénylik, nem ellenőrzik ennek a betartását. Ugye ismert, ami itt volt a szomszédunkban, itt az utca másik oldalán, az építkezés közben, mikor védőeszköz hiánya nélkül egy munkás leesett és a helyszínen meghalt. Tehát ezek is beletartoznak a már előbb említett közigazgatási bírság kategóriájába. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy ha a multicégeknél be is tartják a szabályokat, és azért ott a munkavédelmi eszközök, munkaeszközök nagyjából meg is vannak, és rendben tartják, rendeltetésszerűen is használják, van munkavédelmi oktatás. A kisebb cégeknél nem fordítanak elegendő figyelmet mindenre. Javult-e a morál, javult-e a figyelem a kisebb cégeknél, hiszen több olyan cég van, ahol egyre nagyobb a gépesítés, és ahol gépekkel dolgoznak, ott a korszerű gépeket ismerni kell, a gépekre vagy a gépek használatára be kell tanítani a dolgozókat. Hát én, illetve mi úgy tapasztaljuk, hogy a kisebb vállalkozásoknál az anyagi
lehetőségek függvénye miatt a munkavédelem, tűzvédelem területét egy kicsit másodlagosnak tekintik, mivel ez nem termel jövedelmet, ezt ők olyan kiadásnak tekintik, hogy ebből nincsen hasznuk. Viszont ha megnézik a másik oldalát, hogy egy-egy baleset megelőzésevel vagy hiányosság felszámolásával számos súlyos balesetet lehet megelőzni, tehát itt alapvetően szemléletmódbeni változásra lenne szükség. A nagy cégeknél, amit említette, a különböző multik vagy nagyvállalatok, szerencsére egyre több települ be hazánkba, és sőt itt megyénkbe is, tehát ezek már saját főállásban alkalmaznak munkavédelmi szakembereket. A jogszabály lehetőséget biztosít kisebb vállalkozásoknak, hogy külső szerződéssel meghatározott óraszámban a veszélyesség függvényében foglalkoztassanak munkavédelmi embereket. Viszont az összes cégre vonatkozik a szabály, ami szerint kockázatfelmérést kell készíteniük a cégeknek, vállalkozásoknak, e szerint sorolják be az üzemeket? Igen, ez nem egy új keletű dolog, ez már 20 éves jogszabály. Amikor ezt behozták, akkor nem volt határidőhöz kötve, körülbelül 10 éve kötelezővé tették, hogy igen, végre kell hajtani. Ezen megint szigorítottak, hogy ezt már, amikor az üzem megkezdi a tevékenységét, akkor el kell készíteni rövid határidőn belül. És egy alapvető változás, hogy nincs éves felülvizsgálat, hanem azt mondja a jogszabály, hogy 3 évente újra fel kell mérni a kockázatokat, illetve akkor, hogyha időközben technológiai változás van, anyagváltozás vagy személyváltozások körében más munkakörbe kerülnek, akkor újra el kell készíteni ezeket a kockázatértékeléseket. Kukucska úr említette, hogy egyre több cég települ be ebbe a megyébe is az ipari parkokban, illetve hát létesülnek cégek, üzemek. Van-e kimondottan veszélyesnek minősülő üzem itt a megyében? Milyen jellegű, milyen profilú üzemek ezek? Hát mindenképpen veszélyesnek lehet sorolni, ahol fémipari forgácsológépeket használnak, faipari munkaeszközöket használnak, és a legveszélyesebb üzem a anyagmozgatás, emelőgépek kezelése, targoncavezetés, hiszen a közelmúltban is történt ilyen eszközök, munkaeszközök, gépek használatából halálos baleset. Említettük azt, hogy a képzésre is időt és pénzt is kell fordítaniuk a cégeknek. Ezeket milyen időközönként és milyen szabály mentén kell megtenniük? Itt kétfelé kell választani. Van egyik, amikor munkavédelmi szakembert képeznek, ugye ez egy OK és képesítés, amely hosszabb lélegzetű, hogyha saját maga akarja ellátni ezeket a feladatokat. A másik dolog, a munkavédelmi képviselő, megint visszatérek rá, alapvető változás, hogy előírták, hogy legalább 20 fő feletti vállalkozásoknál kötelező munkavédelmi képviselőnek lenni. Ezeket a munkavédelmi képviselőket a dolgozók válasszák meg saját maguk közül az érdekei képviseletére, és igen lényeges, hogy a munkáltató köteles ezt a választást segíteni, támogatni, lebonyolítani, tehát nem a dolgozókra bízza, hanem a törvény a munkavédelmi vonatkozású képviselők ügyeitnek a kezdetét, mert utána már önállóan dolgoznak, ezt a munkáltatók feladatával határozza meg. Nézzük meg egy nagyon picit a másik oldalt, hogyha minden szabályt betart, vagy betartat a munkáltató, akkor a másik oldalon a munkavállalónak is vannak kötelezettségei. Az is előfordul nagyon sokszor, hogy munkahelyi sérülés, baleset történik amiatt, mert nem megfelelően, vagy nem szakszerűen, rendeltetésszerűen használják a gépeket, a munkavállalók esetleg nincsenek annak az ismeretnek a birtokában, amivel tudják ezeket a gépeket használni. Nem beszélek arról, hogy ittasan bemenni a munkahelyre, stb. Azért itt még ezeket is lehetne tisztázni. Mennyire jellemző az, hogy nem működnek együtt, vagy nem működnek a munkavállalók a szabályoknak megfelelően egy-egy munkahelyen, és akkor történik meg a tragédia? Igen, ez egy összetett folyamat, és ugye beszélünk itt a stressz helyzetről. Ugye a stressz egy óriási nagy problémát jelent, ezért is van előírva, hogy a stressz helyzetet is kockázatértékelésben kell, hiszen nem mindegy, hogy egy dolgozó bemegy és rögtön egy olyan instrukciót kap negatív értelemben, ami meghatározza a lelki állapotát, akkor ő már nem úgy fog odafigyelni azon a gépen való munkavégzéssel, tehát hatékonyan sokkal jobban megnövekszik nagyságrendekkel a baleset bekövetkezésének a lehetősége. Ha egy baleset bekövetkezett, szintén az új törvényi szabályozásnak az előírása, hogy a dolgozó haladéktalanul köteles jelenteni közvetlen munkahelyi vezetőjének, és ha ezt elmulassza,
utólag történik, például a dolgozó hazamegy, nem szól, majd másnap szól, hogy hát neki történt bent egy kis munkabaleset, akkor a dolgozónak kell bizonyítania azt a körülményt, hogy igenis az munkabaleset, tehát nem a munkáltató kötelezettsége, hanem a munkáltató kötelezettsége. Ez egy nagyon kőkemény szigorítás. No hát akkor mind a két oldalnak nagyon sok tennivalója van még a javuló statisztikákért. Van-e olyan ország, amely élen jár munkavédelem területén, és akár minta vagy példa is lehetne számunkra, és miért? Hát én úgy fogalmaznám meg, hogy a unión belül az úgynevezett Benelux államok, vagy ugye itt a megyében is nagyon sok francia és német tulajdonú cég van, ahol kőkeményen betartatják a munkavédelmi előírásokat. Nagyon sokszor tapasztaltuk mi is, hogy amit jelzünk, igaz, ragaszkodnak hozzá a jogszabályi előírásokat, azt dokumentálni kell feléjük, viszont mindent végrehajtanak, minden eszközt beszereznek és biztosítják, mert ők már megtapasztalták otthon, a otthoni országukban, hogy igen, ez kemény dolog. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.